Köszöntöm nézőinket a Stúdió KB december 1-jei adásában. Vállalkozókból és városi elöljárókból álló küldöttség járt városunkban, a látogatás célja gazdasági és kulturális kapcsolatok kialakítása és erősítése volt. Összeállításunkat követően Horváth Lászlóval, az Érc Város Üzemeltetés Nonprofit Kft. Vezetőjével beszélgetünk, aki október óta áll az önkormányzati cég élén. Barátságos labdarúgó tornán erősítették határon túli kapcsolataikat az általános iskola focistái. Az Erdélyben szerzett élményekről Burján István testnevelő és a diákok számolnak be. Tudósításunkat követően a Katalin bárra látogatunk, melyet idén is műsorral színesítettek az óvodások. Kulturális ajánlónkban felhívjuk a figyelmet a hétvégi és a közelgő adventi eseményekre, és megtekinthetik a Gyűszűkék Foltvarró Klub kiállításának megnyitóján rögzített felvételünket. Magazinműsorunkban a Reguliantal Múzeum és Népművészeti Alkotóház decemberi programjairól adunk tájékoztatást, majd a Képzelt pör Dubnicai versus Padányi című színdarabbal búcsúzunk, melyet a Bakonyi Filmbarátok Köre Egyesület tagjai adtak elő az intézmény családi napján. Jó szórakozást kívánunk! Közmeghallgatást és testületi ülést tartott a képviselőtestület. Az ülésen rögzített vágatlan felvételünket pénteki adásunkat követően tekinthetik meg. 13 tagú delegáció érkezett Zécre, fintestvérvárosunkból, Nivalából. A látogatás elsődleges célja vállalkozói kapcsolatok, együttműködések kialakítása volt. Az elmúlt nyáron egy 4 fős delegáció járt Nivalában. Nivala fennállásának 150 éves évfordulója alkalmából kaptunk meghívást. Onnan úgy jöttek haza a képviselőtestület, illetve a Filmbaráti Kör Egyesület tagjai, hogy élményekkel telve, és el voltak ragadtatva a finnek szeretetétől, attól, hogyan fogadták őket. Az a lehetőség, ami gyakorlatilag most az ő látogatásuk kapcsán adódott nekünk, hogy ebből valamit viszonozzunk. Ennek egyébként elsősorban gazdasági oldalon lehet jelentősége a jövőre nézve. Ők nem csak Zécre érkeztek most, hanem egy 4-5 napos program keretében látogattak el hozzánk. A finn vendégek Győrből érkeztek Zécre pénteken este. A fogadóbizottságot Otto Péter polgármester, Vörös Kálmán önkormányzati képviselő, a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Nemes István, önkormányzati képviselő, vállalkozó, Horváth László, az Írc Városüzemeltetés Nonprofit Kft. Ügyvezetője, Turi Balázs, a Bakonyi Filmbarátok Körének korábbi elnöke, Hevesiné Németh Marianna, turisztikai referens, és Németh István, a Bakonyi Filmbarátok Egyesület tagja, korábbi elnöke alkotta. A szombati napon kísérőként közreműködött dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester és Hutwagnerné Kasper Judit, a helyi Líder akciócsoport munkaszervezetének vezetője. A küldöttséget Nivala polgármester asszonya Pajvikari Kumpu vezette. A társaságban vannak helyi vállalkozók, valamint vállalkozásokkal foglalkozó tanácsadók és helyi politikusok is. Nagyon jó együttműködés van már Zírc és Nivala között, és most elsősorban érdekelnek minket az iskolák közötti együttműködési lehetőségek, az, hogy szakembereket tudjunk mindketten kinevelni, és leginkább a fémiparban dolgozó vállalkozóinknak szeretnénk segíteni abban, hogy kapcsolatokat tudjanak kiépíteni, és ezáltal segítsék mindkét város vállalkozói életét. A szombati nap előadásokkal indult a Bakonyérte Egyesület és a helyi ipartestület által közösen működtetett központban. Elsőként Otto Péter polgármester köszöntötte a vendégeket, és beszélt Zírc város múltjáról, jelenéről, jövőképéről, a kihívásokról. Majd Bajkai János, a Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület elnöke mutatta be az általa vezetett szervezetet. Várszegi Bernadett, a város főépítészi referense, a gazdasági környezet vonatkozásában elemezte Zírcet, dr. Párfi Zoltán Tamás, a Technológiai Mérnök Iroda Kft. Ügyvezető igazgatója, pedig cégük tevékenységéről tartott előadást a közönségnek. Tegnapi nap során Győrbe jártak, a audit tekintették meg, holnapi nap, illetve holnap után pedig Budapesten
ismerkednek a várossal és ottani gazdasági társaságoknak a tevékenységével. Ebbe a sorba kellett nekünk egy olyan zirci programot beleillesztenünk, amely úgy gondolom, hogy méltó a településünkhöz, méltó az itt működő vállalkozásokhoz. Ennek érdekében úgy terveztük meg a programjukat, hogy olyan vállalkozások közreműködését kértük tevékenységük bemutatása kapcsán, ahol ott van a folyamatos innováció, a megújulási hajlandóság, és gyakorlatilag a tevékenységi körük az nem csak helyi szinten jelentős, hanem országos vagy akár nemzetközi szinten is figyelemre méltó. És másik szempont pedig az volt, hogy ismerve a finnországi delegációnak az összetételét, ahogy elhangzott polgármester asszonytól is, elsősorban a fémipar területéről érkeztek képviselőik. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy azért a képviseletük ennél jóval tágabb körül volt, hiszen náluk van egy NIHAK-nak nevezett egyesület, amelynek az a célja, hogy nem csak Nivala, hanem környezetében 5 településnek a gazdasági társaságait, vállalkozásait fogja össze, és folyamatos ilyen vállalkozásfejlesztési tevékenységet folytat. Ennek az egyesületnek a jeles képviselő is jelen voltak, illetőleg a Nivalai Ipari Parknak a vezetője is. Nivalában egy picivel nagyobb ipari park van, mint Zircen, körülbelül 10-szer annyi munkavállalóval, mint ahányan itt a Zirci Ipari Parkban dolgoznak. A delegáció és a fogadóbizottság tagjai két sikertörténetet magáinak mondható zirci vállalkozást tekintettek meg. Hérül Sándor, a Bakony Elektronika Kft. Ügyvezetője folyamatosan fejlődő üzemükön kalauzolta végig a vendégeket, majd a város másik végébe utazott a csoport, ahol Csombor Tibor, az Acélvakond Kft. Ügyvezetője fogadta telephelyükön, s avatta be az alagútfúrás rejtelmeibe élményszerű beszámolóval a testvérvárosok képviseletét. A délelőtt folyamán nagyon jó előadásokat hallhattunk a polgármester úrtól, valamint a helyi vállalkozóktól és mindarról, ami a városban történik, és hisz abban, hogy a városok között és a vállalkozók között jó együttműködések tudnak kiépülni. Most, amikor visszaérünk Nivalába, hazaérkezünk, akkor átnézzük azt, hogy mi mindent tudunk kiépíteni azok alapján, amiket itt láttunk, és alaposan átvizsgáljuk, hogy mikkel találkoztunk, milyen kihívásokkal vagyunk kénytelenek szembenézni mindkét oldalról, és hogy ezekre hogyan tudunk közös megoldást találni. Hiszünk abban, hogy főleg az iskolák részéről, valamint a vállalkozások részéről rengeteg lehetőségünk van, mert nagyon jó kapcsolataink vannak, és hasonló térségben dolgozunk. Nagyon-nagyon szép városotok van itt. Délután a kulturális programé volt a főszerep. A vendégek megtekintették Zirc nevezetességeit. Kasper Ágota, önkormányzati képviselő, a Bakonyi Természettudományi Múzeum nyugalmazott igazgatója, az általa korábban vezetett intézmény állandó kiállításán tartott tárlatvezetést. Németh Gábor, az OSK Ciszter című emlékönyvtár vezetője, pedig a sok ritkaság közül villantott fel néhányat a faintarziás könyvbirodalomból. Ezt követően a Bazilikában kapitány Dénes adott orgona koncertet. A város múltja és jelent is meghatározó zirci ciszterci apátságot Bérci L. Bernát kormányzó perjel mutatta be, majd a manufaktúrában Varga Zoltán sörfőző vezetésével megismerhették a finnek a zirci kézműves sör készítésének folyamatát, és természetesen kóstolásra is nyílt lehetőségük. A napzárásaként a finnugor kultúrát mélyen ápoló Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházba tettek sétát kísérőikkel a delegáció tagjai. A névadó Reguli Antal életéről, munkásságáról, finnországi utazásairól az állandó kiállításban dr. Rutkai Miklián Eszter igazgató tartott előadást, és természetesen nem maradhatott el az Egy szó mint száz című időszaki kiállítás látogatása sem, mely Reguli Antal finnországi munkásságát mutatja be. Láthatóan jól esett a vendégeknek, hogy kaphattak egy kis hazait, és ez csak fokozta a bakonyi filmbarátok körének szíves vendéglátása. A Finn-Magyar Barátságot már több mint 20 éve ápoló egyesület részéről Vencel Zsuzsanna elnökasszony mondott szívhez szóló köszöntőt, Petus Mónika és csoportja pedig magyar népdalokat énekelt a vendégek tiszteletére.
A kölcsönös ajándékozást követően, melynek a tárgyi emlékek mellett a legszebb megnyilvánulása kétségkívül a szeretet, a barátság volt, elbúcsúztak a finn vendégek, hiszen várt még rájuk a magyar főváros Budapest. Én bízom abban, hogy sok mindent ez alatt a rövid egy nap alatt nem tudtunk megmutatni, de arra törekedtünk, hogy minél több területtel kapcsolatban egy-egy apró képük legyen, amit elvisznek elmélhetőleg magukba haza, és ez olyan gondolatokat, kérdéseket indukálhat. Ezek a gondolatok és kérdések pedig újabb kapcsolatok létrejöttét eredményezheti. Az pedig, hogy a konkrét célja elérte az írci program, a jövő zenéje, de a tolmácsolt visszhangokból, az általuk megszokott tapasztalatokból ítélve lehet folytatása rokonaink késő őszi látogatásának. Horváth Lászlóval, az Ércváros Üzemeltetés Nonprofit Kft. Vezetőjével beszélgetünk, aki október óta áll az önkormányzati cég élén. Ennek a riportnak ugye az a lényege, hogy a Kft.-nek egy új ügyvezetője van, de azt hiszem, hogy elég nevetséges lenne, hogyha itt az Írci TV-n be kéne mutatkoznia a Horváth Lászlónak és elmondani, hogy ő kicsoda. Szerintem ezt ki is hagyhatjuk, ezt a részt, mert talán nincs a városban olyan, aki ne tudná. De van egy kérdés, amit viszont mindenki kíváncsian feltesz, lehet, hogy neked is, de nekem mindenféleképpen már többen feltették. Mi ez az éles váltás a politikából a gazdaságba? Mi az oka? Hát igazából az oka az, hogy annak idején, amikor ezt a KHT-t több KHT-val együtt létrehoztuk, ez 2000-ben, tehát 17 évvel ezelőtt volt, annak egyik kezdeményezője én voltam. Tehát valahol ez a immáron KFT, ami akkor közhasznú társaság volt, ez az én gyerekem is, és úgy éreztem, hogy én ezért felelősséggel tartozom, hogy ez a jelenlegi helyzetben is jól, sőt a város javára tudjon működni. Ez egyik része a dolognak. A másik nyilván itt egy nyílt pályázatról volt szó, amit a város kiírt, ahova bárki beadhatta a pályázatát. Miután én döntéshozóként elég régóta ismertem ezt a céget, ezért nyilván előnnyel indultam, bár más pályázó nem volt erre a meglehetősen széles spektrumú cégnek a vezetésére. Ami pedig a politikát illeti, én igazából a helyi politikát soha nem éreztem politikának, azt mindig is egy ilyen városmarketingnek, városmenedzselésnek éreztem. Az országos politika az egy másik történet, az kifejezetten egy a szó szoros értelmében vett politika. Itt azonban a városi képviselőség az valahol egy városmarketing, egy városüzemnek a stratégiai döntéseknek a sorozatának tartom a helyi politizálást elsősorban. Tehát én nem érzem ennyire éles váltásnak. Azt gondolom, hogy a stratégiai székből átkerültem az operatív végrehajtói székbe, tehát mindazt, amit elképzeltem valaha is arról, hogy hogyan kell egy ilyet üzemeltetni, azt most módon van megvalósítani. Akkor most beszéljünk arról, hogy mit szeretnél megvalósítani, de előtte tisztázzunk valamit, mert itt gyorsan összezavartál engem is, mert ugye mindenki úgy ismeri, hogy ez a KHT, de közben már KFT, most közhasznú, nem közhasznú, egyáltalán mit jelent ez, meg egy picit azért a cégről is lehetne mondani egy pár mondatot. Én azt gondolom, hogy ez valóban tisztázásra szorul. Valahogy a helyi embereknek a tudatában úgy rögzült, hogy ezek a közcélúak, akik ebben a cégben dolgoznak, ezt szeretném olyan értelemben tisztába tenni, hogy a városüzemeltetési, az Írci városüzemeltetés, ez egy rendkívül széles spektrumot felülető gazdasági társaság, amelynek az egyik szegmense, az gyakorlatilag közcélú tevékenység. Közcélú tevékenység alatt értjük a köztisztaságot, utak, járdák, közterületeknek a tisztántartását, illemhely működtetését. Ezek gyakorlatilag a város egész javát szolgáló szolgáltatások összessége. Azon kívül a parkgondozást gondoljuk ebbe a körbe, ami együtt jár a gyepgondozással, tehát a zöld felületek gondozásával, a parkosítással, a fák koronájának az alakításával, tehát egyébként egy ilyen városi kertészeti tevékenységet jelent a cég ágazatain belül. Na most ezen kívül a cég tartja fent a temetőket a városban, tehát ez is
igazából a parkgondozáshoz tartozik, de a temetőben a mindenkori hulladéknak a rendszeres elszállítása, a temetőrendben tartás, a ravatozó rendben tartás, ez szintén a cégnek a profiljai között van. Ezek azok, amikről kialakulhatott az a szemlélet, hogy ez egy ilyen közcélú és közcélú, közhasznú munkásokkal ellátott tevékenység, ami már a mai időben már nem teljesen fedi a valóságot. A közcélú foglalkoztatás továbbra is megvan a cégen belül, mindig azokat az embereket foglalkoztatjuk, akik nem találnak máshol munkát, és az önkormányzati hivatal fizikai munkavégzés céljából ide közvetíti ki őket. Csak szeretném jelezni, hogy közcélú munkás van, értelmiségi közcélú munkás is, aki miután nem fizikai munkát végez, nem ebben a cégben van, hanem adott esetben művelési házban, vagy mondjuk az önkormányzati hivatalban van foglalkoztatva, egyéb adatrögzítési, egyéb feladatokat lát el. Ezen kívül a KFT-be tartozik az uszoda fenntartása, működtetése. Ez egy meglehetősen komplex feladat, hiszen a gyermekeknek az úszás oktatásától kezdve a baba úszáson keresztül a masszázsig, a spinningig, ahogy mondani szokták, ez gyakorlatilag a KFT kompetenciája. Aztán a helyi járat működtetése, ami szintén egy új feladat, tehát ezt jelen pillanatban még egyenlően 2, de reményem szerint decembertől már 3 autóbusszal fogjuk ellátni, és azt gondolom, hogy ebben nagyot léptünk előre az elmúlt időszakhoz képest, ami a autóbuszok komfortját illeti, az alacsony padlós, és egyébként rendkívül kényelmes, és Nyugat-Európában jól bevált buszokkal működtetjük ezt a szolgáltatást. És hozzánk tartozik a házkezelőség is, ami azt jelenti, hogy Zircen gyakorlatilag 475, úgy hívják, hogy albetét, tehát lakásnak a házkezelő feladatait látjuk el. Ez szintén egy nem kis feladat, tehát elég széles a cégnek a spektruma. Bocsánat, nem maradt ki még valami, például a temetési szolgáltatások? A temetkezés, ugye ez egy vállalkozási tevékenysége a cégnek, ebbe azért vannak versenytársaink, de tény, hogy a cég vállal temetkezést is, igen. Oké, most már látjuk, hogy elég sok mindennel foglalkoztuk, és ebből sok mindent látunk is, láttunk eddig is. Most azzal, hogy te kerültél többek között itt a cég élére, milyen távlati céljaid vannak, mit szeretnél a cégben külön megvalósítani? Ugye ezt megint csak ágazatokra érdemes lebontani, hogy egyes ágazatokban mi az, amit én célként tűztem ki. Kezdjük azzal, hogy a köztisztasági tevékenységben azért én szeretnék gépesíteni, tehát úgy érzem, hogy hiányoznak itt ilyen közgépek, amik képesek, seprőgépekre gondolok, amelyek mondjuk egy tavaszi időjárás, tavaszi időszakban képes arra, hogy a télen kiszort szóróanyagot azért összesöpörjük normálisan, hogy ne tömődjenek el a csatornák, tehát ez, ami a apró dolognak tűnik, de rendkívül fontos a későbbiek szempontjából. A parkgondozás szempontjából én azt írtam a pályázatomba, hogy szeretném, hogyha a város benevezne a 2018-ban a Virágos Városok versenyben. Ez régen egyébként megvolt, tehát Zirc általában részt vett ezeken a versenyeken. Ez nyilván azt jelenti, hogy azt szeretnénk, hogyha a város tényleg a turizmus csalogató város legyen, nem csak a turisztikai értékeivel, hanem a kinézetével is. Tehát több virágot, több zöld felületet, szépen nyírt fákat szeretnék, és ezt abba tudom összefoglalni, hogy induljunk el a Virágos települések versenyre. Egyébként itt tavaly Veszprém nyerte. Bocsánat, hogy közbevágok, egyszer a Pék Lacival készítettem egy interjút, és ő mesélt a múltról, amikor ő főkertész volt, az akkori talán tanács elnöknek a mániája a rózsa volt, és ezért az egész város rózsával volt beültetve. Neked mi a kedvenc virágod? Ja, nekem nincs ilyen, nekünk van főkertészünk, egy kertészmérnök irányítja ezt a tevékenységet, és az önkormányzati hivatalban is van erre kiváló szakember, én a kettőjük munkáját tiszteletben tartom. Arra figyelek, hogy ez meg is tudjon valósulni, mint a anyagi fedezetét tekintve, mint pedig a szakember állományt tekintve, hogy olyan emberek dolgozzanak ezen az ágazaton, akik értenek ahhoz, hogy ez tényleg jól nézzen ki, jó legyen.
Úgyhogy ez a parkügy. Ha tovább lépünk, akkor említsük az uszoda kérdést, mert hiszen rövidesen uszoda épül a városban. Tehát cég szempontból arra készülök, hogy a mi munkatársaink annyira legyenek felkészültek, hogy amikor eljön az idő, hogy ki fogja működtetni az új úszodát, hiszen a forrásunk megvan, a támogatást a város megnyerte, ez előbb-utóbb bekövetkezik, akkor a cég ott tudjon állni a startvonalon, hogy tudjuk működtetni az új uszodát is, ehhez mind szakemberekkel, mind pedig a takarítói, tehát egyéb állománya addig föl, tehát van egy felkészülési időnk. Az, hogy mi lesz a régi uszodával, az nem az én kompetenciám, azt majd a képviselőtestület eldönti, hogy milyen sorsot szán a jelenleg uszodaként működő épületnek. Ami pedig a helyi közlekedést illeti, itt abban bízom, hogy ugye itt értékcsökkentést kell beállítani a két autóbuszunkra, amit idén szereztünk be. Ezen autóbuszok értékcsökkenéséből és a külön járatok által hozott bevételből szeretném a technikai állományt fejleszteni, tehát ennél ezek a buszok, amiket megvettünk, én ezeket 5 évre számolom körülbelül, amit ezeknek futni kell. És mindjárt hozzá is teszem, hogy ezeknek a buszoknak az átlag életkora jelenleg 8 év. A Veszprémben közlekedő helyi járati buszoknak pedig 21 év. Tehát azért itt van egy lényeges különbség. Tehát 5 év múlva ezek a buszok még csak 13 évesek lesznek, de azt szeretném, hogy 5 év múlva már gépjárműparkot tudjunk fejleszteni. Leginkább az elektromos autók irányába szeretnék elmozdulni. Ez nyilván majd a bevételektől és az egyéb forrásoktól fog függeni, de azon leszünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Ami a házkezelői tevékenységet illeti, ott nyilván szakértő házkezelőink vannak, rengeteg olyan probléma van, amit a KFT-n is meg tudunk oldani, legyen ez karbantartás, vagy akár kisebb kerteknek a telepítése. Ha szeretném ezt a szimbiózist megteremteni a különböző ágazatok között, akár a szállítás tekintetében helyi járat kontra karbantartás, vagy szállítás, tehát ezeket a cégen belüli fúziókat és koherenciákat megteremteni, hogy ezek működjenek. Nagyon, aki ismer téged, azt tudja, hogy most nagyon visszafogottan nyilatkoztál, ennél sokkal dúsabb a fantáziád, meg a látásod a jövőre vonatkozólag. Nem maradt ki véletlenül valami, vagy egyelőre még titok? Nem, igazából tele vagyok tervekkel. Tehát azt láttam, amikor bejöttem a cégbe, nyilván ez nekem azért valamilyen szinten új, tehát operatív módon azért voltam én már vezető több testületben, de azt kell mondjam, általában felsőfokú végzettség mérnökök voltak a beosztottjaim. Ez az első, amikor úgy vagyok, hogy meg kell tanulnom, hogy hogyan kell végrehajtó szakembereket irányítani, és szeretnénk odáig eljutni, hogy a városnak a, hogy is mondjam, a pénzügyi áldozatát valamilyen szinten csökkenteni azáltal, hogy a cég képes egyéb olyan tevékenységet végezni, amellyel tudja a forrásait növelni. És van ilyen lehetőség? Mire gondolsz pontosan? Egy példát mondjál. Mondok egy példát. Én azt látom, hogy a cégnek vannak szabad kapacitásai. Nagyon jó a szakember állományunk. Tehát van köművesünk, van asztalosunk. Bocsánat, ez lett volna a második kérdésem, mert az egyik legfontosabb dolog, oké, veszünk gépeket, de kellene, akik üzemeltetik, és ahhoz szakemberek kell. Pontosan így van. Tehát van köművesünk, asztalosunk, burkolónk, van egy kiváló lakatosunk, aki egyébként ezermester, és ehhez szeretnénk még olyan szakembert felvenni, akivel képesek leszünk arra, hogy komplex építőipari kivitelezéseket végezzünk. Na most eddig nem tudtunk odállni a startvonalra, egyrészt a cég nem volt bejegyezve, mint építőipari tevékenységet folytató cég, nem volt műszaki ellenőrünk, mérnökünk, aki képes ezt operatív módon vezetni, és nem volt teljes a szakembergárdánk. Most, hogy a város, és ebben nagyon nagy lehetőséget látok, hogy a város elég jól pályázott Európai Uniós forrásokra, rendkívül sok megvalósítandó feladat áll előttünk,
mi ebbe szeretnénk operatív módon részt venni, természetesen a versenyt teljes mértékben betartva, és magunk is szeretnénk pályázni városi tenderekre, de nem csak városira, hanem ha kell, akkor akár vidékiekre is, hiszen teherautókkal rendelkezünk, mint mondtam, traktoraink vannak, tehát fel vagyunk készülve eszközállományban, még pár dolgot be kell vásároljunk, szakemberállományban pedig folyamatban van a teljes szakembergárdának a kialakítása, akikkel azt gondolom, hogy némi gyakorlatozás után be tudunk szállni ebbe a piacra. Befejezésül én azt gondolom, hogy egy olyan kérdés van még, hogy mindenféleképpen fel kell tenni, hogy anyagilag, pénzügyileg hogy áll a KFT, nyereséges, nem nyereséges, működőképes, hogy tud beruházni, van erre tőke, lehetőség? Hát ugye ez alapvetően az önkormányzat zsebéből gazdálkodik, a KFT szerint, mint elmondtam, önkormányzat feladatokat hajt végre. Ez mindaz, amit mi jelenleg teszünk, ez az önkormányzatnak a kötelezően ellátandó, illetve vállalt feladata. Kötelezően ellátandó a temetőgondozás, a takarítás, tehát a köztisztaság vállalkozói feladat adott esetben, vagy közszolgálati feladat, a helyi járatműködtetés, uszoda működtetés, illetve város annó, amikor megszűnt a házkezelői cég, akkor a város vezetése bevállalta, hogy akkor a KFT-n keresztül ezt a szerintem igazából szintén közfeladatnak tekinthető tevékenységet is a KFT fogja végezni. Tehát alapvetően mi most egy közcélú, közfeladatokat ellátó KFT vagyunk, aminek a tevékenységét szeretnénk egy kicsit piacosítani, elsősorban a rendelkezésre álló szabad óráink számára, vagy óráinkat igénybe véve. Most ehhez tudni kell, hogy a mi szabad kapacitásunk az nagyon sokszor nem tőlünk függ, tehát nem mi döntjük el, hogy van szabad kapacitásunk, hanem mondjuk nem esik le a hó. És akkor van szabad kapacitásunk. Igen. Tehát fordítva van a helyzet. Én nem tudok vállalni fővállalkozóként új tendert, hogy ott megígérem, hogy határidőre befejezzük, mert ezt én nem tudom. Mert ha leesik a hó, és attól függ, hogy megint mennyi esik, akkor itt az embereknek elsősorban az a dolguk, hogy a havat eltakarítsák, és ha ezt megtették, meg felszórták a járdát, hogy ne csusszon, akkor utána lehet azon gondolkodni, hogy hova máshova lehet még őket esetleg vezényelni, vagy munkába állítani. Most tehát mi ettől függünk. Ezért mi elsősorban ilyen kisebb javításokban, karbantartásokban, határidőmentes műszaki feladatoknak a megoldásába gondolkodunk. Erre látok piacot jelenleg. Tehát nem gondolkodunk abban, hogy megkötbérezhető tendereket egyelőre bevállaljunk, mert erre még nem látok lehetőséget, mert ehhez egy kiérlelt gárdára van szükség. De itt, ahol igazából a füvet akkor kell nyírni, amikor megnőtt, a gyomot akkor kell írtani, amikor kell, tehát itt nincs, itt az emberek mozgását ezek nagymértékben korlátozzák. Barátságos labdarúgó tornán erősítették határon túli kapcsolataikat az általános iskola focistái. Hát én már a 5. alkalommal került, hál' Isten, megrendezésre ez a úgynevezett barátságkupa oda-vissza alapon. Ugye a történet 3 éve nyúlik vissza, amikor szerveztünk itt egy kupát, meghívtuk a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium csapatát, akik elfogadták a meghívást. Nagyon jó kapcsolat alakult ki, és ezzel így göngyölítve már egyre több csapat játszik ebbe a kupába, és most 5. alkalommal rendezték meg, amelyre meghívást kapott az iskolánk csapata is. Kiknek a jobboltából sikerült eljutni Erdélybe? Hát itt sok köszönetet kell mondanom. Az első, hogy eljutottunk oda egyáltalán, egy kis buszt tudtunk szerezni olaszul polgármesterének segítségével. Ajándékot is tudtunk visszavinni az ottani pedagógusok, illetve a fogadók számára. Itt az Érci önkormányzatnak a segítségét kell, hogy megköszönjem. Az idén 7 futballista fiút tudtunk elvinni a kis busz mérete miatt, Detre Miklós barátommal vezettük az utat felváltva. A szokásos metódus szerint zajlott a dolog. Kökösön megszálltunk, másnap elmentünk Sepsiszentgyörgyre, ahol a Székely Mikó kollégiumba szállásoltak el bennünket. Mindig van kultúrprogram és egy ilyen úton. A fiúkat elvittük Csomakörösre, ahol Körösi Csoma Sándor szülő faluja. Ott mutattuk meg a tájházat, majd Kovásznára mentünk, ahol megizlelhették a számunkra elég furcsán ható borvizet, ami egy ilyen kénes víz. Hát nem igen ízlett a fiúknak, de megmondom, hogy nekem sem, nem szoktuk. Megnéztük a pokolsárt,
Aztán utána elmentünk Kézdire, Kézdén a csodálatos főteret néztük, meg volt egy kis édesség, evés, majd pedig a visszaúton felmentünk arra a tetőre, ahol a székelyvágtát szokták lebonyolítani. Megnéztük a helyszínt, mentünk is egy kört az autóval, illetve ott van egy nagyon szép emlékhely, ezt látogattuk meg. Majd utána visszamentünk a szállásunkra, és egy gyors alvás következett, hiszen másnap reggel, illetve másnap délután volt maga a kupa. Délelőtt még órákat látogattunk, a fiúk is, és mi is külön-külön. Igazgatóasszonnyal beszélgettünk egy pár szót a kapcsolatok további alakulásáról, majd pedig következett a kupa. Hát itt vegyesek voltak a dolgok, mert ugye a kialakítás úgy volt, hogy 2-3-as csoport, és aki tovább akart jutni az első helyen, annak ugye mindenkét meccsét nyerni kellett. Az első meccsen a fiúk nagyon jól játszottak, vezettünk is 1-0 az első fél időbe, de sajnos a vége az 1-3 lett. A második meccsen úgy nyomtak a fiúk, hogy az ellenfél ki nem jutott a saját térfeléről. Tényleg lőttek, passzoltak, mindent megoldottak, megcsinálták, csak hát gólt nem sikerült lúgni. Így egy ponttal zártuk a harmadik helyen a csoportot. Így 5.-6. helyen játszottunk. Hát aztán mi most ráfogjuk a tésztára a utolsó meccsen, semmi nem jött be. És ami klasszikus szokott lenni, nyomunk, lövünk, támadunk, az ellenfél meglépett egy labdával, az bevágta, volt hátra még 2 perc, nem tudtunk egyenlíteni, így a 6. helyen zárt a csapata a találkozókat, de viszont sok élménnyel jöttünk haza, barátságok ugyanúgy megalakultak, ezt hozzá kell tennem, hogy a utolsó vasárnapi este a mikrokollégiumnak a csapata bejött hozzánk, és egy edzőmérkőzést játszottak a fiúk, a rövid edzőmérkőzést, ahol teljesen pariba voltunk, és még a tanárnő azt mondta, hogy hát hogyha hozzá, vagy veletek kerülünk össze holnap, akkor talán még baj is lesz. Nagyon jól mozogtak a fiúk, de hát ugye ilyen a foci, ilyen a sport, hát ez lett a vége. Milyen csapatok vettek részt még ezen a tornán, azt tudjuk? Akikkel mi egy csoportban voltunk, ő egy román iskola volt, ez a Vitéz Mihály Általános Iskola és Kézdi Vásárhelyről. A másik csoportban Barót iskolája volt, a Mikó Kollégium iskolája volt, és még egy harmadik, sajnos nem emlékszem rájuk, de elég erős, nagyon erős csoport volt. Hogyan alakul a továbbiakban a kapcsolat? Ugye mondtad, hogy erről is beszélgettetek, mi lehet a következő állomás? Hát a következő állomás az mindenféleképpen az, hogy szeretnénk folytatni a barátságkupát. Ugye tavaszra tervezzük, az időpont még nem tudjuk, hogy mikor, de biztos, hogy szeretnénk folytatni. Illetve az igazgató asszonya úgy beszéltük meg, hogy bizonyos feltételek teljesülésevel egy szorosabb kapcsolatot szeretnénk velük kialakítani. Nem csak sport, hanem az oktatás, illetve hát az emberi kapcsolatok mindenféle terén próbálunk összhangba kerülni, hogy úgy mondjam. Akkor a csapat tagjait kérdezzük az erdélyi vendégszereplésről, nem feltétlenül csak a futballtornáról, hanem úgy általában véve a programról is beszéltek egy kicsit, milyen élmények maradtak meg bennetek? Hát az erdélyi útunk kicsit hosszú volt, de ennek ellenére felettébb kellemes. A foci tornáról hát csak annyit, hogy az első pár meccsen eléggé meg voltunk illetődve, de viszont szerintem a csapat is nagyon jó volt, valamint a pályán mutatott játékunk is megállta a helyét a pályán, csak hát nem jött össze, sajnos. Az erdélyi út az nagyon jó volt, a szállás is helyén való volt, és az étkezések is nagyon finomak voltak. Hát ugye, akik ott vannak, ez a Székely Mikóban, hát ugye őket tavaly is itt voltak, meg mi is ott van közöttük, ugye, akik hát úgy, mi az, hát jó fejek, meg ugye segítőkészek is, meg nagyon jól fociznak, de hát az út az ugye a Máté mondta, hosszú volt, meg ugye ott a meccsen is ugye hát nem volt szerencsénk. Sok élménnyel gazdagodtam. Hát a bajnokság az számomra nem volt a helyén való, de azért jót fociztunk. A programok is nagyon jók voltak, a szállás is hát helyén való volt. Aztán így a fiúkat meg már ismertük 1-2-szer, aztán ennyi.
szerintem is ebben a csapatban sokkal több volt. A kupán hát elég rosszul szerepeltünk, de egy életre szóló élmény volt. Hát az út az elég hosszú volt, és igen, a szállással nem volt gond, és nagyon tetszett az edzőmérkőzés a Mikóiakkal, az jó volt, hát és a kupa másnap az nem annyira, és hát nagyon jók voltak a kultúrprogramok is. Említenél egy-kettőt ezek közül? Hát Kovásznán voltunk, az a Sárvulkán néztük meg, meg a borvíz kóstolás. Az hogy íz lett? Hát az rossz volt. Keserű szájízzel jöttetek, kicsit nem csak a vereségek miatt. Hát igen. Hát én is ugyanezt tudom mondani, mint a többiek a csapatból. Én is jól éreztem magamat, a bajnokságon lehettünk volna jobbak is, de minden esetre szerintem is egy nagyon jó élmény volt ez a kirándulás Erdélyben. Nekem is a programok tetszettek, a szállásunk az helyén való volt, az étkezésünk is, tehát szerintem jó volt, csak a bajnoksággal lehettünk volna jobbak is. Várhatóan akkor érkezni fognak majd a sepsiek tavasszal hozzánk. Hogyan várjátok majd ezt az újbóli találkozást? Hogy látjátok, sikerül-e majd visszavágni ezért a vereségért? Hát mindenképpen szerintem a csapat többi tagjáról is elmondhatom, hogy nagyon várjuk már a tavaszi mérkőzést, valamint mindent meg fogunk tenni majd azért, hogy visszavágjunk az Erdélyben elszenvedett vereségünk miatt. Hogyan képzeled el ezt? Hát szerintem többet kéne így együtt játszanunk, hogy gyakoroljuk is így, hogy összeszokjunk. Meg hát ugye tavaly is ugyanígy volt, hogy Erdélyben nem sikerült olyan hú, de jó, de így Zircen meg harmadikak lettünk, de most meg kéne nyerni. Szóval, igen. De azért elég sokat játszotok együtt, nem? Hát mi hárman már ismerjük egymást, hát még igen, össze kéne szokni, hát aztán egy jó meccset kéne játszani a fiúkkal. Mindjárt játszotok a futballklubba is itt helyi szinten? Igen. Igen. Oké. Akkor jönnek a sportlövők, akik most futballistaként voltak kint Erdélybe. Ti hogy várjátok majd a tavaszi visszavágót? Hát jót tenne pár edzés, igen, így együtt, és úgy kell hozzáállni, hogy akkor ezt most megnyerjük. Hát nehéz lesz, az biztos. Hogyan lehetne eltalálni a kaput? Mert ugye jól céloztok, de elhangzott, hogy gól nem nagyon született. Céltáblát nehezebb, nem, mint a kaput? Hát nem. Megpróbálunk tőlünk telhetőt megtenni, és hát igen, jó meccset kéne játszanunk. Bendi? Hát szerintem Erdélyben már megtapasztaltuk a legrosszabbat, itt már szinte csak jobb lehet, tehát szerintem hozzá kell állni jól, aztán szerintem megnyerjük egy Zircen, visszavágunk, hogy megpróbáljuk. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki úgy gondolta, hogy egy ilyen zenés estre eljön. Nem nagy a létszámunk, de attól függetlenül talán jó lesz a hangulat. Én bízom benne is, mint ahogy ez már hagyományos, azért az óvodások kezdik ezt a nemzetiségi szintű összeállítást, műsort. Katalin napi bált szervezett az Irci Német Nemzetiségi Önkormányzat. A helyszín ezúttal is a Patkó vendéglő volt. Hédl József elnök köszöntője után az Irci Benedekelek óvoda és bölcsöde nemzetiségi csoportjának ovisai tánccal, énekkel és mondókákkal örvendeztették meg a vendégeket. Csak magam vagyok, így ebben, három figyelj neki.
is kapok. A jó Isten éltessen. Köszönjük szépen. Öltöztessük ünneplőbe együtt a város karácsonyfáját mottóval a Béke Fiatal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB idén is mindenkit szeretettel vár a Rákóczi térre, a Diákfórum melletti karácsonyfához, ezúttal december 3-án, vasárnap 15 órára. A felajánlott gömbdíszeket előzetesen a Városi Könyvtárba vagy a helyszínre várjuk. Kérjük, támogassák kezdeményezésünket! A karácsonyfa díszítés után 16 órától a Karosi Júlia Kvártett ad koncertet a Goblenyteremben, ahol Gershwin legismertebb dalai csendülnek majd fel. A koncert hangulata a Broadway show világát idézi, ugyanakkor a dalok egyediek, modernek, különlegesek. Akik jól ismerik az esten fölcsendülő Gershwin dalokat, azok számára is tartogatnak ezek izgalmas meglepetéseket. A koncert után gyújtjuk meg a város adventi koszorúján az első gyertyát, műsort ad az általános iskola 3. B osztálya, az ünnephez kapcsolódó gondolatait Pecsei Katalin református lelkész osztja meg. Jövő szombaton Dévai Nagy Kamilla koncertje előzi meg az adventi gyertyagyújtást, a Liszt Ferenc díjas előadó művész december 9-én, szombaton 16 órától várja az érdeklődőket a látogató központ Goblenny termébe. A koncert után 17:30-tól az általános iskola 4. B osztálya ad ünnepi műsort a város adventi koszorújánál. Szakos Csaba, evangélikus lelkész gondolatai zárják az estét. Kedves gyerekek, várjuk együtt a Mikulást, aki december 6-án szerdán 17 órára érkezik a Városházára. Amíg nem érkezik meg a nagyszakállú, a Szabad Ötletek Színházának interaktív gyermekműsora szórakoztat benneteket. Olvasópályázatot is hirdet a könyvtár, aki december 5-e és jövő év január végéig minél több mesekönyvet, verseskötetet elolvas, feltehet könyvenként egy hógolyót a könyvtári hóember hasára. Nevezhetnek óvodások is, sőt kisebbek, akiknek szüleik, nagyszüleik, testvéreik olvasnak fel. A Mendelssohn Kamarazenekar hagyományos adventi koncertjére várja a zenekedvelőket a Hitgyülekezet Petőfi Sándor utcai előadótermébe december 10-én, vasárnap 17 órától. Az eseményen közreműködik az Érci Tücsök zenekar is. Szeretettel köszöntöm Önöket a Gyűszűkék Foltvarró Klub kiállításának megnyitóján. Külön köszöntöm a Gyűszűkék Foltvarró Klub tagjait, Cserepes Klárát, Egervölgyi Dezsőnét, Kujtis Ferencnét, Mál Andrásnét, Simon Mártonnét, Slajhó Györgynét, Szabó Lajosnét, Szabó Dénesnét, Waller Mihálynét és Wolf Ferencnét. Kérem, hallgassák meg Márai Sándor az Ünnepekről című írását. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát, keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés,
az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies, legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpesdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenek fölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból. Legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá, testben és lélekben. S nem csak a naptárnak van piros betűs napja, az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent. Figyelj az ünnepre. Felkérem B-dobos Terészt, népi iparművészt, mondja el köszöntő gondolatait, és nyissa meg a kiállítást. Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, és nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy megnyithatom ezt a kiállítást. Az előbbi vers megígézte a kiállító terem ünnepi hangulatát. 20 év ünnepésre ad okot. 1997-ben indult itt a Művelődési Házban egy foltvarró tanfolyam Horváthné Mátyás Márta vezetésével. A tanfolyam befejeztével a szakkör tagjaiból alakult egy foltvarró klub, ami immár 20 éve működik. A mai világban, ahol oly gyakran cserélődnek tárgyak, emberek, barátságok, a kézművességnek megtartó erejére egy nagyon szép példát látok itt. Az ő alkotó közösségük egyben egy baráti közösség is. Helyi, regionális és országos kiállításokon, valamint foltvarró táborokon vettek részt. Magas szintű szakmai munkájukat elismeréssel díjazták. Nem csak önmaguk és családjuk részére készítettek, hanem jótékonysági célokra is, például a budapesti Betesda kórház gyermekeinek, valamint az olasz falui és Zirci óvoda részére, de készült Bőjte Csaba gyermekotthona részére is alkotások. Az itt készült alkotásokra jellemző a színek és formák változatossága, variáció sokassága, igényesség és ötletgazdagság. A foltvarásról röviden. A patchwork, más néven folt mozaik varrás. Az első telepesek indították el a foltvarró mozgalmat Amerikában. A Magyarország elsősorban az erdélyi néprajzkutatók is említést tesznek az elvásolt vásznak a foltonkénti összevarrásáról. A ma ismert foltvarrás az Amerikából érkező telepesek munkái nyomán alakult ki. Aztán a szükségből lassanként művészi szintű alkotások születtek. Számomra ennek a technikának az egyik legszebb tulajdonsága az, hogy egy művészi szintű kézi munka egyben egy praktikus, használható kézi munka is. Gratulálok minden alkotónak, és kérem önöket, tekintsék meg a kiállítást, és beszélgessenek az alkotókkal. Hatodik alkalommal rendezi meg önkormányzatunk a Bányászkupa teremlabdarúgó tornát december 10-én, vasárnap az általános iskola Rákóczi téri tornatermében, mellyel a már eltávozott bányászfocistákra emlékeznek. Részletes információ Kelemen Gábor sportreferenstől kérhető a 30-294-66-65-ös számon, vagy a sportkukac@zirc.hu e-mail címen. Csapatban és egyéniben is első helyezést értek el az MTTS területi klub Zirc versenyzői a Sportlövő Diák Olimpia országos döntőjében, az általános iskolás fiúk légpuska 20 lövéses számában.
Mihályfi Vendel a legeredményesebb versenyzőnek járó trófeát is hazahozhatta. A versenynek egy Hajdú-Bihar megyei kisváros, Derecske adott otthont. A versenyzők iskolájuk színeit képviselték. Az Irci Reguli Antal német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola, Mihályfi Vendel, Vég Attila, Vég Zsigmond összetételű csapata több mint 500 körettséget gyűjtve a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Mihályfi Vendel egyéniben is bajnok lett a nyílt irányzékú légpuska 20 lövéses számban, és a legeredményesebb fiú versenyzőnek járó elismerést is kivívta. Ez utóbbiért két vándordíj járt, melyet Varga Károly olimpiai bajnok sportlövő alapított. Az egyiket a kiválóan teljesítő versenyző vihette haza, a másik pedig iskolájának dicsőségfalát fényesíti egy évig. Ez még azonban nem minden. Az általános iskolás fiúk légpuska 20 lövéses számában az írciek közül Horváth Bálint második helyezést ért el, Vég Attila pedig mindössze egy körettséggel lemaradva a dobogóról a negyedik helyen végzett. A fiúk kiváló eredménye habatortán. Az már önmagában szép eredmény, hogy Varjas József tanítványai szép számmal képviseltették magukat az országos döntőben. Wagenhofer Dávid, a Veszprémi SC ipari szakgimnáziumának tanulója, aki szintén az Irci Lövész Klub felkészítésében vett részt a megmérettetésen, 37 versenyző közül a 6. helyen végzett a középiskolás fiúk légpisztoly 20 lövéses számában, a nyílt irányzékú légpuska 20 lövéses számban pedig 50 résztvevő közül a 13. helyet szerezte meg. Az általános iskolás lányok is két fegyvernemben álltak céltábla elé. Légpisztoly 20 lövéses számban Bittmann Kata egyéni csúccsal 12., Vince Regina 28. helyen végzett. A légpuska 20 lövéses számban a mezőny első felében zárt mindkét lányzó, Vince Regina a 11., Bittmann Kata a 16. helyen. Az MTTS területi klub Zirc vezetősége köszönetét fejezi ki Kötél Zoltán egyéni vállalkozónak az utaztatáshoz nyújtott önzetlen segítségéért és Zircvárosi Önkormányzatnak, amely a civil alapból pályázati úton támogatta az Irci Lövész Klub országos diákolimpián történő részvételét. Kedves nézőink, magazinműsorunkban a Reguli Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház decemberi programjairól adunk tájékoztatást, majd a Képzelt Pör Dubnicai versus Padányi című színdarabbal búcsúzunk, melyet a Bakonyi Filmbarátok Köre Egyesület tagjai adtak elő az intézmény családi napján. Az idei év számos időszaki kiállítása után most sorra zárja be tárlatait a Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház. A felújítással összefüggésben a Balaton-Bakony Kocka Klub LEGO gyűjteménye már elköltözött. A földszinten a héten bezár az Egy szó mint száz című kiállítás, s a december 2-án tartandó Borbála napi családi napon tekinthető meg utoljára a Jó szerencsét, Bányászat a Bakonyban című időszakos kiállítás is. Az esemény egyben a bányászati kiállítás záró rendezvénye is. A délutáni ingyenes családi programot Szent Borbála napjához igazodva a bányászat jegyében rendezik meg. Társszervező az Öreg Bakony Barátai Egyesület, tehát főszerepben a bányászat lesz. A rendezvény ideje alatt az Irc környéki bányászok interaktív tárlatvezetéssel, a mesterek kézműves foglalkozásokkal, az Öreg Bakony Barátai Egyesület tagjai pedig finom falatokkal várják az érdeklődőket. A felújítás előtti utolsó kiállításként a múzeum még megépíti a második zirci mézes kalács falut, melyre idén is várják a szebbnél szebb alkotásokat. Készítsenek mézes kalácsból házat, boltot, malmot, ami tetszik, és hozzák el a múzeumba, hogy egy közös kiállításon gyönyörködhessünk bennük. Egy telek ismét A4-es méretű, melyet az Irci Mézes Kalács falu Facebook oldalnak írt üzenetben, természetesen ingyenesen lehet foglalni. Egy személy foglalhat több telket is. Az elkészült alkotásokat december 4-én, 5-én várja az intézmény kiállító termébe. A kiállítás megnyitója december 6-án szerdán 16 órakor kezdődik,
s a múzeum nyitvatartási idejében látogatható 2018. január 6-áig. December 6-án ünnepeljük Finnország függetlenségének 100. évfordulóját. Az írci ünnepség december 8-án pénteken 17 órától lesz a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület szervezésében. A szervezők ezen az alkalmon értékelik a tavasszal meghirdetett Kalevala rajzpályázatra érkezett alkotásokat is a Városháza nagytermében. A Városlődi Hagyományőrző Csoport jóvoltából ismét Chris Klind járást tart a múzeum. A két évvel ezelőtti bemutató sikere után most külön iskolai kérésre az írci német nemzetiségi tagozatos diákok ismét megtekinthetik nálunk a Városlődi gyerekek előadását. A Reguli Múzeum szokásos kézműves adventi készülődése keretében idén is egyedi, kézműves ajándékot készíthetnek szeretteiknek december 15-én, pénteken, 14 és 17 óra között, valamint 16-án szombaton 10 és 17 óra között. Az intézmény az írci iskolai csoportok számára idén is lehetőséget biztosít arra, hogy a karácsony előtti utolsó héten kedvezményes áron vegyenek részt kézműves foglalkozásokon. Mézes kalács, gyertya és csuhédísz készítésre, valamint nemezedésre várják az érdeklődő csoportokat. Aki még nem döntötte el, hogy mit vásároljon szeretteinek karácsonyra, igényes kézműves tárgyak, helyi termelők ízlésesen csomagolt portékái közül választhat a múzeumi boltban nyitvatartási időben. Képzelt pör, Dubnicai versus Padányi címmel írt színdarabot dr. Németh Vida Beáta tényfeltáró nyomozása alapján Tóth Lún, melyet a Bakonyi Filmbarátok Köre Egyesület tagjai dr. Bakó Gizella, Németh István, Móricz János és Orémusz József adott elő. Ezzel a felvétellel zárjuk adásunkat. Köszönöm a családi napunk, amelyre szintén hagyományosan a Bakonyi Filmbarátok Egyesülete az együttműködő partnerünk, illetve a szervezőtársunk. Ezúttal is nagyon szépen köszönjük az eddigi munkájukat is, és reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk majd rájuk. Úgy alakult nagyon érdekes módon, hogy az utóbbi években szinte ugyanazok a főszereplői a Mártonnapi rendezvényünknek. Jelen esetben a művész úr... Gyere! Otthon ismét elfogadta a meghívásunkat a Mártonnapi rendezvényre. Egy rendhagyó darabot fognak látni, premier. Tényleg az, premier. Mégpedig Képzelt pör a címe. Dubnicai versus Padányi. Purgatóriumi tűzzománckép fél órában. Vidavel történés tényfeltáró nyomozása alapján rémálmodtató Tlung. A főszereplő, illetve szereplő, bocsánat. Fogalmazó, dr. Bakó Gizella,
Dubnica István, Németh István, Madányi Bíró Márton, Móricz János, Magyari Csantal Nemes, Orémusz József, Kovács Erzsébet Tanú, Stenger Katalin. Át is adom a szót. Ez a színdarab nem jöhetett volna létre, ha nincs Vida Bea. Gyakorlatilag olyan 5 évig kutatott levéltárakban, mire összeszedte azt az anyagot, amelyeket tulajdonképpen dramatizált változatban benne is van. Ez egy nem létező történet, ugye ezt úgy képzeljük el, hogy talán a mennyeknek országába ez a két pap találkozik, hosszú-hosszú évszázadok óta pörösködnek, és valamilyen megnyugtató véget kellene ennek vetni. Nem volt nehéz dolgom, mert Bea olyan alapos munkát végzett, nekem csak valamilyen formában párbeszédes alapot kellett valahogy adnom neki. A legnagyobb örömömre szolgálva ismerhettem a filmbarátok körét, akik nem csak a filmbarátságot szeretik, hanem a színházat is, és akik elvállalták azt, hogy ezt a színdarabot most előadják önöknek. Jó szórakozást! Tehát történik a mennyeknek országában, napjainkban, Dubnica István álmában. Nem más ez, mint a lelki ismeret, az igazságra való törekvés és a múlttal történő szembenézés manifestációja. Vádlott, álljon fel! Igen. Ön Dubnica István? Igen. Született? A múlt homályába vész, hogy mikor? Valamikor 1700 és 1710 között a felvidéki Trencsén teplicén. Mivel vádolja magát? Pontosan még nem tudnám megmondani. No, majd kiderül. Itt mindig minden kiderül. Foglalkozása? Halálomkor 1760. december 29-én már csak első tisztségemet viseltem, hantai prépostként értem az úr kebelére. A kanonokságot és a Veszprémű palotámat már régen maga mögött hagytam. Házat. Pardon? Veszprémi házat. Palotája csak a püspöknek lehet. Kérem a tanúk, csak akkor beszéljen, ha szót kapott, vagy kérdésre válaszol. Tessék. Elnézést, csak így csúszol. Csendben kérlek. Hogyan lett hantai prépost? Miután a Miután a nagyszombati kollégiumban befejeztem tanulmányaimat, felszentelt papként kerültem Acsádi Ádám püspök úr udvarába. Szolgálataimért kaptam utalul és feladatul a hantai prépostságot, és ennek következményeként lettem veszprémi kanonok. Sajnos. Most már tényleg elég legyen, ha ennyire nem tudja magát tűrtőztetni. Akkor tessék, mondja ki, mire gondol. A hantai prépostság mindig is össze volt kötve a veszprémi kanonoki javadalommal. Dubnicai István nem kaphatta volna meg a préposti posztot. Püspök úr, mint azt ön is bizonyára tudja, ezen állítása nem állja ki az igazságszolgálat. Acsádi püspök úr már sokszor felszólította önt, hogy állítását igazolja oklevelekkel, de ezt ön, mint veszprémi kámtalan, nem tudta megtenni. Ugyanis az előző hantai prépos nem volt más, mint maga püspök, aki abban az időben veszprémi kanonok, sőt többen elődei közül hasonló helyzetben voltak. Tehát bebizonyosodott, hogy ez a két poszt különálló. Hát sajnos nem tudtam bizonyítani igazamat. Mint azt annyiszor életünk során. Prépost úr! Ne szemtelenkedjen! Püspök úr, békéljen meg! Elég! Kérjünk a tárgyra. Ott vagyunk, a tárgynál. Miután Nacsári püspök urat az úr magához szólította, nyugodjék békében, a püspök úr akkor csak még mint nagy prépost és káptalan feje mindent elkövetett, hogy keresztbe tegyen nekem.
Aljas hazugság! Soha nem tettem ilyet. Igen? És vajon ki jelentett fel a pápai nunciusnál 1748-ban egy nő megbecstelenítése miatt? Engem? Ki miatt kellett a győri szentszéken felelnem a méltatlan vádakért? Megbecstelenítette a hölgyet, vagy nem? Nem. Még kérdés is sértő, mint ahogy azt a szentszék is megállapította, a vád hamis volt. Mint a feljelentő. Aki ugye ismeretlen volt, de mi ugye tudjuk, hogy ki áll mögött. Ne személyeskedjen! Ha már az ismeretlen feljelöltőknől tartunk, vajon ki lehetett az a személy, aki mint püspökként az udvarnál feljelentett 1753-ban a főispáni teendőim elhanyagolása miatt, aki miatt több vizsgálat indult ellenem? Ahhoz nekem semmi közöm nem volt, püspök úr. Mire alapozza Padányi Miró ura vágyát? Az egyik vizsgálat éppen azaz Miskó püspök úr vezette, aki a vizsgálat alatt véletlenül dubnicai kanonok úr házában lakott, egykori kedvenc társaim csak nem is köszöntek nekem ennek hátterében is, dubnicai állt. Bármit csináltam, mint püspök, a káptalan élén dubnicaival mindig ellenkezett velem. Nem önnel ellenkeztem. A tridenti zsidat döntése nem volt ínyünkre, hogy a püspöki hatalom alá rendelték a kanonokságokat. Főleg úgy, hogy maga volt a püspök. Én csak rendet akartam. Szerettem volna megreformálni a káptalan tagjainak életét, ami mellett életem végéig kitartottam. Szerint a kanonokok a konventmisét leggyakrabban külső papokkal, főleg piaristákkal végeztették, amit nem jótevőkért, hanem saját lelkükért mondottak. Szerinte a fegyelem hiánya miatt szüntelen volt köztük a veszekedés, hanyagolták a karimát, helytelenül végezték a zsolozsmát. És? Igazuk volt ebben? Elismerem, részben. És szerettem volna két fővel növelni a kanonoki stallomok számát, illetve megtiltottam nekik, hogy engedélyem nélkül elhagyják az egyházmegyét. A püspök úr még nagypréposti kinevezése során felújította a nagypréposti házat a Gizella kápolna északi szomszédságában. Viszont a püspöki cím megszerzése után vonakodott azt átengedi az utódjának és a káptalannak. Úgy véltem, hogy mivel a kanonokok saját maguk építik a házaikat, ezért ők rendelkeznek ezekkel az épületekkel. Lehet, hogy beletörődött az ítéletbe, de halogatta a kiköltözést a préposti házból. De azért Orosz Pál nagypréposnak mégsem kellett volna távolléten vagy cselédséggel kirakatni a bútoraimat az utcára. Három házam volt a várban, mégsem volt hol laknom. Ezért tehát a püspöki palotában élő papnövendékeket maga átköltöztette a saját kanonoki házába, ő maga pedig bevonult az egykori acsádi rezidenciába, ugye? Nehéz időket éltünk. Ő kényszerített a kanonoki ház építésére, sőt 1749-ben ő maga jelölte ki annak helyét. Ezt hívják ma önök dubnicai palotának. Háznak! Palotája csak a püspöknek lehet. De miért oda? Hogy szemelek legyen, meg mert nem akart oda költözni. Ekkoriban a veszprémi vár középkori utca szerkezetét megbontották már, több apró épület helyére a kanonokok új házat kezdtek építeni. Házamat Karácsonyi Péter és Robosz Pál házainak helyén emeltettem parancsra. Amit? Esküdt ellenségem, Kácsor keresztély piarista házfőnök szentelt fel. Ez részletkérdés. Dubnicai úr, a káptalan képviselve mindent megtett azért, hogy ellenkezzen az elöljárója, azaz az én intézkedéseimmel szemben. Mert magának, Padányi püspöknek személye sok konfliktus szült, nem csak papként, főispáni szerepben is. Folyton a darásfészekben nyúl. Darásfészekben? Mire gondol? Például újból meg akarta állapítatni Veszprémben a káptalan, a város és a püspökség birtokainak határait. Ez nem volt népszerű gondolat akkoriban. Főleg azért nem, mert a megyei bizottság elnöke
Csúzi Gáspár jó viszonyban volt Dubnicaival. Hogy érti ezt? Maga a vizsgálat sem a megye székhelyén, hanem kanonok úr házába zajlott. Oda hordták a jegyzőkönyveket, melyel éjjel-nappal böngésztek. És mi lett ennek a vége? A helyi protestánsok kitartóan és megfontoltan a veszprémi lakosok mellé álltak, ugyanis őket bántották Padányi intézkedései, amikor a földesúri jogait kívánta gyakorolni. Csúzi Gáspár ügyvéd úr és birtokos természetesen a protestáns köznemességre támaszkodott, nem tehettem más, mint hogy elégedetlen, káptalan érére álltam. Kis Sándor pedig a tiltakozó katolikusokat képviselte. Más-mást akartunk elérni, de a közös ellenfél Bíró Márton személye volt, összefogott minket. Dubnicai Istvánt a sértődöttség vitte bele a szövetségbe. Kanonok társak voltunk, így jobban bántotta őt, hogy köreikből kikerült nagypréposzt, majd püspök kétségbe vonta a hantai préposzságnak jogosultságát. Valóban így történt? Dubnicai mindvégig kitartott az ellenségeskedés mellett, valótlanságokkal is harcolt ellenem. Azt is állította, hogy jó célra soha nem költöttem pénzt. Ezért aztán magához rendelt és kioktatott engem. Engem, az éneklő kanonokot, az illő viselkedésről, megrólt, amiért nyilvánosan sértegettem a fejjefalomat. Emiatt Dubnicai quasi in furiam actus nyilvánosan panaszkodott, de hajlandó vagyok elismerni, hogy az egyházi vagyonnak lelkiismerte sáfárja volt, de mindenhol jelen volt, ahol meg lehetett támadni engem. Ön sem tétlenkedett, püspök úr. Csak felvettem a kesztyűt. Utólag úgy látom, az én felvidéki tót eredetemmel nem érthettem meg a bíróban a magyar nemesi természetet. Emellett folytonos gyomor és fejfájás gyötört. Sok mindent követtem el a püspök ellen. Tény, hogy én sem igen hajlottam a kompromisszumos megoldásokra. Megmagyaráznák ezt, kérem? Én nem kérdőjelezem meg Padányi Bíró Márton munkásságát. Oly mértékben bántotta a lelkét a protestánsok térfordítása és az egyházmegyéje szegénysége, hogy gondolatait egy olyan műben fogalmazta meg, amelyet nem a katolikus politikai szövetségek érdekében tett, Mária Terézia végül is visszavonnatott, pedig nagyra becsülte művelt titkos tanácsosát. Még Róma is felfigyelt a hitbuzgó püspök tevékenységére, aki mindegy 20 000 lelket térített vissza a katolikusok számára. Dubnicai István a reformáció visszaszorításába kulcs szerepet kapott tőlem. Püspök úr. Ebben az ügyben alárendelte magát parancsaimnak. Együtt harcolt velem. Püspök úr, a rekatolizáció közös ügyünk volt. No, végre. Egy kis egyetértés. A 17. század kezdetén a veszprémi egyházmegyében 30 plébánia állt. Ráadásul többségük nem is kőből, hanem fából készült építmény volt, illetve magánházak pótolták azokat. A helyzet síralmas volt. Fél évszázaddal Pázmány Péter működése után 70 katolikus pap és 300-nál is több protestáns lelkész működött az egyházmegyében. Rendes szemináriuma sem volt Veszprémnek. A püspöki palota is omladozott, a katolicizmus hanyatlott, a templomok nem rendelkeztek alapvető felszerelésekkel. A Rákóczi rebélió leverése után harmadik Károly király Karolina rezolúció megnevezése rendelet szerint olyan helyeken, ahol a templom bizonyíthatóan a katolikusoké volt, de protestánsok kezére került, vissza kell tőlük venni. Ha jól értem, a kialakult vallási helyzetet jogi úton akarták megoldani, figyelmen kívül hagyva a települések lakosainak hitéletét. Tulajdonképpen igen. Ehhez engedélyt és támogatást kértem a királynőtől és a pápától is. No, de mit szólt ehhez a nép? Hát, nem fogadtak bennünk kitörő örömmel. Hát nem. Füle, lovas. Jaj, lovas! Miért?
történt Lovason? Terestén József kálvinista prédikátor személyét és cselekedeteit már korábban is vizsgáltuk. A katolikus lakosok körében egyre nagyobb lett a kálvinista befolyás. És miben nyilvánult ez meg? A lovasi prédikátor, ez a Terestjén József, a lovasi csordás gyerekét megkeresztelte, annak ellenére, hogy Medve János katolikus ember volt. Ugyanennek a csordásnak négy katolikus gyermekét temette el. Katolikusokat adott össze, pedig neki ezt a felsőrsi prépost kifejezetten megtiltotta, és így mindegyiket kálvinistává tette. Ez a kálvinista prédikátor luteránusoknak is szolgált. 1753. augusztusában kaptam meg a csopaki plébános Farkas József levelét arról, hogy Lovason szerinte is hatalmas problémák vannak. Azt állította, hogy a lakosok összeesküdtek a katolikus földesúr ellen, és hogy a palóznaki és a lovasi reformátusok azt fontolgatták, hogyha egy reverendás férfi beteszi a lábát a községükbe, akkor bizony azt a szemét megölik. Mert amikor Terestjén József református lelkész meghalt, lepecsételtettem a templomot, és megtiltottam, hogy földesúri engedélyem nélkül alkalmazzanak új lelkészt. Megkérem az urakat, foglaljanak helyet, és felkérem Magyarics Antal veszprémi nemes, mint Anút. Magyarok, Antal vagyok, nemes ember. Tudott arról, hogy a földesúr megtiltotta, hogy a lovasiak mint prédikátort hozzanak a faluba? Tudtam, istálom, de ennek ellenére ezt megtették. Jelen voltam akkor, amikor a négy kanonok kiment lovasra, és minden háborgás nélkül lepecsételték a prédikátor házát, az iskolát és az orátoriumot is. És hogyan fogadta ezt a falu? Hanem akkor harangot félreverték, és mezőről és a szövegyekről az emberek mind oda gyűltek. Köréjük és rájuk támadtak. Láttam, ahogy mind felsősör, mint orsősör, az emberek nagy gyűvel gyülekeztek, drunkokkal és hasángokkal, és az asszonyok pedig pemetekkel és előkészített moslékokkal. Bocsánat, mi az a pemet? Söprűs élet. Ó, értem, kérem, folytassam. Az urak közül egyet meg is moslékoltak, némelyiket meg is verték. Pöstjényi rektorulat kővel kétszer meghajhajtotta. Dugnocki tántorulat ösztökével az alsőris Horvát István melpeütötte. Mozorics kanonok urat pedig a fejét betörte az alsőrsi fiúgár Imre felesége, Antal Kata. Úgy gondolom, az urak hirtelen nem futottak volna, talán gyilkosság is történt volna. Szörnyű, és kiket ismert fel a tömegből? A lovasok közül csak Szabó Benedeket és Balog János feleségét, Kovács Jutkát ismertem, akik kiabáltak az urakra. Bizonyos az is, hogy Balog Jánosné másodmagával ezen verekedésnek indítója volt, mivel azok tették a lármát. Úgy hallottam, hogy a pecséteket Balog János felesége, Kovács Juska és ifjú Sebestyén felesége, Bartók Anna szaggatta le. Az asszonyokat azért bújtották föl, hogy akármi cselekednek, mint asszonyokat semmi nevű büntetés nem fogja érni őket. Köszönöm, foglaljon helyet a tanú. Megkérem Kovács Erzsébetet, mint tanút, mondja el ő is, mit tud, lépjen előre. Kovács Erzsébet vagyok. Hallottam arról, hogy Terestjén lelkész úr halála után Dóczi János bíró úr elmondta a lovasiaknak, hogy ha új prédikátort hoznak, azt megbünteti a kárván. De ki kezdte az endülést? Kérem, Szalai Józsefnél kiáltott lárván, Zsódos Mártoni verte félre a harangot, azután a sok nép összegyűlt és az urak ellen támadta. Dénes Ferenc, Szabó Benedek, Nagy Gergely, Vörös János, Sátor Gelger, Nemes Balog János feleségestől, fiastól, Nemtelen Pálfi János, Pálfi Benedek, Táncos János, Miklós András. Az asszonyok pedig Pálfi Jánosné, Mészárosné, Mesterné, Kocsola Józsefné, ifjú Sebestyénné, akik az urakat öntözték és locsolták. Rühes pápistának, vérszopó pápista disznóknak mondták őket,
Ezt én jó magam hallottam a saját fülemmel. Az egész gyülekezés azért volt, mert azt hirdették, a felsőrsi búcsú után eljönnek a káttalan bébi urak, és elveszik a templomot. Mit tud még? A lármák csapok között volt Sátor Gergelyné mondván, gyertek asszonyok, eljöttek a gyilkosok. Hallottam, hogy a négy úr közül hármat megsebesítettek, és alapos megdobálták őket vanéjjal. Ozoric urat meg fejre is verték. Ezt az alsősi Gál Imre felesége tette, aki utána úgy dicsekedett, hogy úgy meghajítok egy papot, a kutya atyát, mindjárt lefolyt a vér. Ismertem azokat a lovasiakat, akik jelen voltak az esetnél. Neves Balog József feleségesül, fiasul, és a fia Násznia Párfi János, Párfi István, Párfi Benedek és Pál. Úgy tudom, hogy a pecséteket Balog Jánosné az ifjú Sebestyénné szaggatta le. Köszönöm, hogy leültetek. A káptalan hivatalos procedúra után visszadta a templomot a katolikus híveknek, melyeket Baros stílusban helyreállítottunk. De a csatározást nem hagytuk abba. Nem, pedig már régen belefáradtam. Menekülni kívántam Veszprémből. Rómához folyamodtam felmentését a helyben lakás alól. Mert neki a Veszpréminél enyhébb levegő kellett. Ilyen pedig nézete szerint a Zirci. De a püspök úr ellenezte az engedély megadását azzal, mondván, hogy 5 éve gyakori, majdnem mindennapos szédüléstől és fájfájástól szenvedek, és ehhez járulnak a veszélyes lázuhalmaim. Mivel Padány úr rossz képet festett rólam, Róma nem teljesítette kérésem. Csak halála után tudtam lépni. 1763. március 5-én, a Böjt 3. vasárnapján, Koller Ignác veszprémi püspök előtt lemondtam a veszprémi kanonoki javadalmaimról. Bezzeg a Hantai Préposti címét meghagyta magának. Ezt meg se hallottam. Foglaljon a helyet, uraim. Dugicai István. Időközben rájött arra, hogy miért van itt? Azt hiszem. És miért? Ideje megbékülni bíró Padányi Márton urammal. Püspök úr? Magam is úgy vélem. Püspök uram, fogadja békejobbom a te városban, ahol békére leltem. Elfogadom, fiam, ha te is teljes szívvel szorítod az enyémet. Majd meglátjuk. Adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, és kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra jövő hét pénteken!